Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban a szűz jegyében születetteknél, különösen ami a párkapcsolatot illeti, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat. És most megnézzük, hogy mit jelentenek a kártyák. Itt látható a szűz jegyének a szimbóluma. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, és itt kell a biztonság érzete. A szűz jegye jelenti a reális dolgokat is. Van gyógyító hatása, kedveli a rendet maga körül, rendezi a dolgokat. Azon kívül jelent egy kicsit szerénységet, de gyakran okos döntéseket. A szűz jegye felett Merkur bolygó uralkodik. Merkur bolygó március hónapban szemben a halak jegyében mozog. Itt tükröződik valami. De ha kommunikációról van szó, akkor kell az egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. Vagy közölni azt, amit szeretnél, de odafigyelni mások véleményére is. Kétú, az a lefele mozgó kármikus csomó. Utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Kétú, az jelenti a belső utat, egy spirituális területet, az érzelmeket is. Ez a lefele mozgó kármikus holdcsomó, ez évben, és még jövő év elején is, pontosan 2025 április végéig a szűz jegyében van. Tehát a szűz jegyénél, a szűz jegyében születetteknél ez évben és jövő év elején van kármikus téma. Spica az egy nagyon érdekes csillag. Spica az a szűz jegyében van, mégpedig jelenti a buzavirágot, vagy egy buzacsokrot, vagy egy buzakoronát. És ha a hold eléri ezt a pontot, ahol Spica csillag kihat a holdra, az mindig egy jó kezdet, mert az termést hoz. Hogy mikor van ez a nap konkrétan, erről beszámolok a három kérdőjeles jóslásnál, mert ott kitérek naponta így az asztrológiára is. Tehát Merkur bolygó uralkodik a szűz jegye felett. Itt szerelmi témáról van szó, ez a hölgy jelenti a hölgyeket, a férfi a férfiakat, vagy lehet a lelki társad is. A kérdés most az, mi fűz össze benneteket, ezt jelenti ez a virágos kártya, amit a férjem készített, de az, hogy melyik virág mit jelent, az tőlem van. És ez a növény jelenti a változásokat. Vagy megváltozik a külseje, vagy a tiéd, vagy a hozzáállásotok, vagy valami változik a környezetetekben. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatban. És hogy még mi történik, azt megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a szív jelenti a szeretetet, jelenti a szerelmet. De itt a közelben megjelenik a ravasz róka. Ez lehet egy negatív gondolat, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi.
vagy egy negatív érzelem, mint például félelem, akkor tényleg változtass a hozzáállásodon. Itt a halak jelentik a pénzt, a pénzügyi dolgokat, vagy a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg, és akkor a ravasz róka lehet egy személy, aki figyelget téged, vagy őt, pénzt akar, kíváncsi, tehát óvatosnak kell kicsit lenni. Viszont ami szép és jó, hogy itt van a szerelem, és a halak jelenthetik ugyanaz anyagiakat is, amire oda kell figyelni, vagy a halak jelenthetik a megbecsülést, a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, de ebben hinni kell. És a ravasz róka jelentheti azt, hogy te úgy gondolod, hogy ő nem értékel téged, vagy ő sértődött meg. Itt lehet, hogy vannak nézeteltérések, de most megváltozik a helyzet, hiszen ez a növény utal a változásokra. És megnézzük, hogy mi van nála. A hold jelentheti az anyukáját, vagy jelentheti az anyai érzelmeket is. Amit a hold még jelent, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések, és itt a hajó jelenti a reményt, vagy egy utazást, ez lehet egy belső út is. És a kígyó utalhat mellékutakra, utalhat a gyógyító erőre, utalhat változásokra, megújulásokra. Néha a kígyó jelent egy nőt. Lehet, hogy ez a nő hamis, mert pénzt akar tőle. Ő ezt érzi, hiszen a hold jelenti az érzelmeket. De ő reménykedik abban, hogy jóra fordul minden, tehát jó indulatú. A hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is, néha egy belső utat, egy lelki kapcsolatot. Valahol érzi ő azt, hogy itt megjelenik a hamisság, és van valaki, aki kíváncsi az ő anyagi helyzetére, vagy pénzt akar tőle, de még mindig megvan ez a jó indulat nála. Majd azért figyelj oda te is a helyzetre, és ha valami konkrét dolog lesz, akkor felhívhatod erre az ő figyelmét, hogy változtasson a hozzáálláson. Persze nem biztos, hogy itt egy nőről van szó, hiszen a kígyó az jelenti a gyógyulást, jelentheti a változásokat, a megújulásokat, ugyanúgy, mint itt ez a virág. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, a kommentárba leírhatod a véleményedet, vagy megkereshetsz a Facebook oldalamon, ebből kettő van, Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok nektek egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!